Egészen a tavalyi évig nem volt Magyarországon egységes táborértékelő rendszer, ami objektíven, független szakértők bevonásával megvizsgálta volna a gyermektáborokat és minősítette volna azokat. Ennek a hiánynak a pótlására létrehoztak egy online táborminősítő rendszert. A módszer lényege, hogy egy 300 kérdéses kérdőív kitöltése után 1-től 5 sátorig kategorizálja a táborokat. Ez a vizsgálat az kiterjed a táborszervező jogi és gazdasági tevékenységére, a jelentkezéssel kapcsolatos szabályozására, a szülőkkel vagy partnerekkel történő kommunikációra, valamint a tábor helyszín paramétereire is, illetve maga az értékelés vizsgálja ezek mellett az egészségbiztonság témakörét, az étkezés, a szállás és a gyermekfelügyelet kérdését, ahogy a programokat és a tábor témák tervezett megvalósítását is. Szóval ez egy nagyon-nagyon komplex rendszer, amit mi összeállítottunk, és ezáltal ez a 300 kérdésen végigmenve tudjuk megmondani egy adott gyermektáborról, hogy őt minősítjük, ő megfelelő, és onnantól kezdve bátran tudjuk a szülőknek ajánlani. A kínálat és a kereslet szempontjából is az látszik, hogy egyre inkább a minőségi táborozás kerül a középpontba. A szervezők igényes programokkal készülnek, a szülők pedig azt szeretnék, ha gyermekeik hasznosan töltenék a nyári szünetet. Tóth Béla úgy fogalmazott: minél több aktív programot tartalmaz egy tábor, annál értékesebb. Az előzetes becslések szerint 5-10%-kal emelkednek majd az árak ebben az évben, a kiadás pedig azért is nőhet, mert idén 11 hetes lesz a nyári szünet, így közel 3 hónapig kell biztosítani a gyermekek felügyeletét. Több gyermekről beszélünk, netán a több gyermeknek több hetét, 2, esetleg 3 hetét szeretném ilyen felügyelettel lefedni, mert hogy nem tudunk ennyi szabadságot kivenni, akkor ez akár a 10 000-es, vagy éppen a több 10 000 forintos árkategóriát is elérheti. Ami miatt ez most nekünk igazán nagyon fontos, hogy a táborszervezők döntős többsége előfoglalási kedvezményekkel csalogatja a szülőket, illetve a gyermekeket a táborokba. Ez azt jelenti, hogy aki most foglal tábort, például nálunk a táborfigyelőnél 270 turnus közül lehet már most választani. Aki most foglal tábort, az előfogási kedvezménnyel teheti ezt meg. Ez azt jelenti, hogy 5 vagy éppen 10% árcsökkenéssel tudja ezt megtenni, vagyis gyakorlatilag ezt a díjemelkedést, ami az idei évben várható, ez egy korai foglalással megspórolható a szülőknek. Az előfoglalás azért is javasolt még februárban, mert a jó árérték arányú táborok turnusai gyorsan betelnek. Március közepén már az árak sem lesznek ilyen kedvezőek, és a turnusok választéka is csökken. Az árak tekintetében azt látják, hogy bár a növekedési trend nem áll meg, az elmúlt évekhez képest lassulni látszik a folyamat. Népszerűség szempontjából már tavaly is előkelő helyet foglaltak el a sporttáborok. Ezek idén még nagyobb szerepet kaphatnak, főleg a két nagy sportrendezvény, a labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia miatt. A táborfigyelő egy ingyenesen letölthető kis okost is készített a szülőknek, amelyben segítenek válogatni a lehetőségek között a gyermekek igényei alapján. Valamint egy listát is kapnak arról, hogy mit csomagoljanak össze a gyerekeknek egy táborra.